estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk, ma este is érdekes témákkal foglalkozunk. Kürtös kalács, forralt bor, karácsonyi ételek illata lengi be a belvárost az ünnepi időszakban. Idén is sokakat vonz a belvárosi forgatag. Ünnepi díszbe öltözött Székesfehérvár az adventi időszakban. A szebbnél szebb fények, utcai kivilágítások és a vásár hangulata idén is sokakat vonzott a belvárosba. A hangulatért. Ja, ennyi. Meg a forralt bor. És milyen gyakran jönnek ki az adventi időszak alatt? Szerintem minden nap szoktunk sétálni este, hogyha már felkapcsolták a fényeket. Azok a kis bódéka, ami benne van, ezeket szeressük. Színes kavalkád. Színes kavalkád. Már hétvégén, amikor már a gyerekek is, de hát most dolgoznak a felnőttek, és így nincs nagy forgalom. Hát tulajdonképpen csak nézelődni, hát ha nem vezetek éppen, akkor a forralt bort is szeretem, de most vezetek, és ezért nem ihatom. És hát megnézni, amiket árulnak, ha azok igényesek, ha szépek és igényesek. De itt nagyon tetszett a Betlehem, és nagyon szép helyre lett téve, egy nagyon szép az a belső udvar, egy nagyon jó ötletnek tartom. Nagyon klassz. És szoktuk nézni, amiket árulnak, ha kézműves dolgok, azokat meg szoktam nézni. A belvárosban a díszítést szeretem a legjobban. Nagyon tetszik, hogy évről évre egyre több a fény, egyre kreatívabb módon próbálják hangulatossá tenni a belvárost. Pont, hogy itt megálltam, már elkezdtem az ünnepi fényeket csodálni. Nagyon szép a karácsonyfa, és egyáltalán az ünnepi díszkivilágítás nagyon hangulatos. A karácsonyi forgatag vásárlátogatása csak egy az ünnepi készülődés folyamatából. Mindenki máshogy hangolódik az ünnepre. Én várom az unokáimat, 4 unokám van a várakozással, a készülődéssel. Készítek nekik finom süteményeket, finomságokat, megvárom a karácsonyt. Elég régóta próbálok rá készülni, szépen lassan megvenni az ajándékokat. Igazából most olyan túl nagy készülődésben sajnos nem tudok lenni. Díszítünk, édesanyámmal mézes kalácsot fogunk sütni, meg hát az ajándékvásárlás. A karácsonyi hangulat nem csak a helyieket csábította, Budapestről is érkeztek látogatók, hogy megcsodálják az ünnepi készülődést városunkban is. Sokat kell készülnöm, mert nálunk ez nagy családi ünnep is, és hát nem az ajándék az első, meg kell mondjam, de nálunk mindig 25-én összejön a család, ez már egy ilyen hagyomány, és hát nagyon sokan vagyunk, úgyhogy nekem nagyon sokat kell készülni emiatt, és mindig megrendelik, hogy miket csináljak, ételeket is, úgyhogy ezért nagyon sok dolgom van vele, meg hát természetesen el szoktam menni templomba, ide hát azt máskor is megyek, de ilyenkor is, és hát azért készülődünk. De nem csak díszkivilágítás, a különleges ételek is sokakat csábítottak. Én leginkább forralt borozni szoktam, de most például forralt csokit iszunk, és ez is nagyon ízlik és finom. És ételeket tekintve? Hát most éppen ennél a bódénál szemeztünk ezzel a kacsasültes szendvicssel, de most lehet, hogy nem próbáljuk ki, de nagyon tetszett nekünk azért ez az ízösszeállítás így első olvasatra, úgyhogy majd lehet, hogy legközelebb ezzel fogunk kezdeni. Természetesen az ilyenkor nagy népszerűségnek örvendő kürtös kalács sem maradhatott ki a bódék kínálati listájából. Fahéjas, diós, kakaós és kókuszos finomság is szerepelt az árusok kínálatában. Persze mindemellett megvannak a legkedveltebb ízek is. Vanília fahéjat viszik a legjobban inkább. Eddig mennyien voltak? A hétvégén nagyon sokan vannak. Hétközben is vannak, de hétvégén nagyon sokan vannak. Az adventi hangolódás sokaknál nem telhet el forralt bor nélkül, immár a karácsonyi vásárok elmaradhatatlan elemének számít. Többen kifejezetten emiatt érkeztek Székesfehérvár belvárosába. Forralt bor miatt. Konkrétan most forralt borozni jöttünk ki a barátnőmmel, és ez volt a célja. Programokat még nem nagyon szoktuk nézegetni, mert ilyenkor javarészt ugye gyerekprogramok mennek, azok minket már nem érintenek, meg még nem érintenek, úgyhogy elsődlegesen most a társaság miatt jöttünk ki. A vásárlók körében ma már egyre népszerűbbek a különleges ízek. Ezeket keresik elsősorban. Én a hagyományosat, illetve a cukormenteset.
arra nagy igény van a cukormentesre, mert nagyon sok a cukorbeteg most már. Rólam beszél éppen, igen, éppen ezt keressük, hogy találunk-e cukormentes forradbort valamelyik bódéban. Én elsősorban fehérborból szeretem, az én nagyanyám mindig, de most tudom, hogy az a divat, hogy már vörösborból csinálják, de nagyanyám mindig azt mondta, hogy forradbort csak fehérborból lehet csinálni, tehát én nekem nagyon furcsa volt először, mikor elkezdték vörösborból, hát nem arról van szó, megiszom azt is, de én ha van, akkor fehérborból iszom. A vendéglátósok pedig minden igénynek igyekeznek megfelelni. Van, aki már nem az első szezonját tölti a forgatagban. Sulák Róbert szerint nem csak a különleges ízek csábítják a vendégeket. Idestól már 9. szezonunkat kezdjük meg itt az adventi vásárban, mint fehérvári vendéglátós képviseltetem magamat, és én azt gondolom, hogy minden vendéglátósnak valamilyen szinten itt most már képviseltetnie kell magát, hogyha komolyan gondolja a szakmáját. Emellett meg szeretjük is csinálni, mert olyan hangulata van, hogy leírhatatlan, tehát igazi vendéglátózás folyik. És mi a sikertitka? Hát hosszú Katinka szavait tudnám csak idézni, hogy a befektetett munkának mindig megjön a gyümölcse. Tehát akkor fog igazán sikeres lenni egy ilyen bódé is, hogyha az ember tényleg belerakja az energiát. Kezdődik ez már azon, hogy nyáron azon gondolkodik, hogy idén mivel lepje meg a vendégeket, milyen új ízeket találjon ki, keresni kell ezt az interneten, összerakni a dizájnt, ami szintén évről évre egy picit változik, mert azért fejlődik ez a vásár is, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem fejlődik. Tehát emlékszem a 9 évvel ezelőtti állapotokra, ahhoz képest új faházakba árulunk, ami sokkal kényelmesebb minden szempontból. Tehát nem kell például fölállítani, ami nagyon sok energiát kivesz az emberből, és akkor utána bele kell állni ebbe az egy hónapig tartó őrületbe, amit én úgy szoktam különben defiálni, hogy az én kis Monteverest megmászásom, mert végig kell csinálni, és végig kell dolgozni, és itt a szabad levegőn azért nem kimélik az elemek az embert. Ez már karácsony környékén azért meglátszik az emberen, de ott már átesünk a holdponton, és már csak lefele kell jönni a hegyről, és elérjük a szilvesztert, az ünneplés idejét. Milyen ízekkel találkoznak az ideérkezők? Hát érdekes, nálunk most a rozé az újdonság, a rozé eperbor, amit nagyon szeretnek, de az idősek azért kérik a klasszikus ízeket, és azt mondják, hogy ne színezzük, ne tegyünk bele, hanem tényleg a hagyományos forradbor szeretnék inni, és érdekes, hogy egyre többen mondják, hogy minél kevesebb cukorral, illetve nagy igény van a cukormentes forradborra, és úgy látszik nagyon sok a cukros ember. Próbálunk őnek is a kedvükbe járni, például a fehér bort, azt idén mézzel ízesítjük. Nagyon kellemes íze van ettől. A vásári forgatag egészen december 24-ig várja majd az érdeklődőket. Emellett pedig minden nap ünnepi műsor kápráztatja el a Székesfehérvárra látogatókat. Mitől működik jól hosszú távon egy párkapcsolat, és miként kell szeretni társunkat, hogy mi is boldogok legyünk mellette, és ő is boldog legyen mellettünk? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik szerdán ellátogattak a Barátság moziba a Csajos Estre. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi van most a fejekben, hogy párkapcsolati fronton mi foglalkoztatja igazából az embereket. Hűtlenség, hazugságok, mit csináljak másképp? Ezekre voltak a legtöbben kíváncsiak a résztvevők közül a Csajos Esten. És már az előadás legelején kiderült, a párkapcsolatok bukásának egyik legalapvetőbb oka a tudáshiányban rejlik a Koller házaspár szerint. Ez került a program középpontjába, amely által a látogatók segítséget kaptak ahhoz, hogy képesek legyenek tudatosabbá, ezáltal nyugodtabbá tenni a párkapcsolatukat. Mi azt látjuk, hogy tényleg mindennaposak ezek a problémák. Mi általában a mélyebb réteget fogjuk meg. Ebből a szempontból azt tudom mondani, ha már veszekednek, ha már nagyon elhidegültek egymástól a párok, ha már egy ilyen severet sem nélkület kapcsolatban vannak, ha már nagyon kiüresedett a kapcsolat, elhidegültek egymástól, mi ezekre adunk most egy olyan megoldást ebben az előadásban, amit el tudnak vinni haza, és otthon ezeket az eszközöket tudják is alkalmazni. Kicsit a kineziológiába tekintsünk bele, hogy mennyire népszerű ez így most a 21. században, hogy mennyire népszerű az emberek körében, mennyien keresnek fel ilyenkor titeket, tehát nyitottak az emberek erre? Én azt gondolom, hogy most már azért van erre nagyon nagy nyitottság, mert az érzelmek ebben a generációban, így a mi generációnkban az érzelmek, azok nagyon felszínen vannak már, és ehhez mi a gyerekkorunkban nem kaptunk eszközöket, hogy ezeket hogyan kezeljük, és éppen ezért a kineziológia az a mélyebb, a tudattalannal dolgozik, és hangolja össze ugye a tudatot és a cselekedeteket, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ahhoz, hogy tudatosan meg tudjuk élni az életünket.
És nagyon sokszor halljuk manapság, hogy coach. Mit is jelent pontosan az, hogy coach, és mi is a coachnak a feladata? Én úgy gondolom, hogy egy coachnak az a feladata, hogy abban segítse az egyéneket, hogy a kérdéseivel ráirányítsa a figyelmet önmagára, és megtanulja, hogy hogyan tudja a mindennapjait tudatosan megélni, és ne a berögződései, a viselkedés mintái irányítsák a reakcióit, hanem önmagaként tudjon működni a mindennapokban. És ha már tudatosság, én úgy tudom, hogy hát ugye ti házas pár vagytok, és hogy ti egy kicsit, ha szabad így mondani, magát a konfliktust is tudatosan kezelitek otthon. Hogyan lehet ezt egy kicsit továbbadni, hogy ez másnak is sikerülhessen otthon? Hát ezt mi a saját példáinkkal szoktuk elmondani. Mi felvállaljuk azt, hogy a mi párkapcsolatunk, a mi házasságunk sem egy tündérmese, egy tökéletes, idealizált helyzet, hanem igen, mi is húsvér emberek vagyunk, igaz, hogy nekünk ez a szakmánk, és nap mint nap mások magánéletébe is betekinthetünk, de nekünk is megvan a saját magánéletünk, és mi is küzdünk a saját kis harcainkkal. Szerintem nálunk gyakoribb az, hogy jókat nevetünk magunkon, mert már azért egy önismereti út áll mögött, mindkettőnk mögött, és így már megvan az a fajta tudatosság, hogy egy vitából nem lesz komoly veszekedés vagy háború, hanem nagyon hamar ki tudjuk oldani a feszültséget. Igen, és nagyon-nagyon fontos, hogy egy vitában, minden házasságban és minden párkapcsolatban van vita, és hogyha egy vita van, azt öt olyan jó cselekedettel lehet helyrehozni. Szóval tényleg, hogy az van, hogy a párkapcsolatokban az a lényeg, hogy olyan nincs, hogy nincsen vita, hanem az, hogy nagyon sok jó dolgot kell mellé raknunk. Tehát lehet, hogy vannak konfliktusok, de az mellett, hogyha van nagyon sok jó dolog, akkor a mérleg az eldől, és akkor így lesz tartós a kapcsolat. Végszóként nagyon érdekes lehet a nézők részére, hogy ki keresse fel a kineziológust, és ki keresse fel a coachot. Szerintem ez inkább ilyen hitrendszer függő egyrészt, ki milyen módszerben találja meg azt, ami őt megszólítja, illetve az, hogy férfi vagy nő, szerintem az is számít. Tehát nagyon érdekes, mert nálam mostanában kisgyermekes édesanyák jelentkeznek, tehát akikkel úgy tud kapcsolódni az ember, azzal a segítővel van szerintem dolga, és azzal tud utána jól együtt dolgozni. Így van, és nekünk van egy mentorprogramunk, amit mind a ketten csinálunk. Együtt csináljuk, és ott mindig kiválasztanak, hogy most éppen velem akarnak beszélni, vagy éppen a Zsuzsival. Tehát, hogy ott mindig ők választhatnak, hogy kivel, hiszen hogy férfi vagy női. Férfi vagy női energia kell éppen abban a szituációban, vagy vélemény, vagy nézőpont. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi így házasként, nagyon kevesek vannak, akik ezt így csinálják házasként, és ez nekünk egy kicsikét előny a többiekhez képest. Az este folyamán szó volt a leggyakoribb gondokról, azok hátteréről, valamint a megoldási lehetőségekről is. Koller Krisztián és Zsuzsanna házaspárként nem csak beszélnek a tudatos párkapcsolatról, hanem nap mint nap meg is élik azt. És ha már tudatosság, ezzel kapcsolatban gyakran halljuk a coach szót manapság. Nos, ők segítenek abban, hogyan éljünk tudatosabban, miként ismerjük meg igazán magunkat, és ezáltal hogyan legyünk harmóniában önmagunkkal, az élettel. A Csajos Est program mindig olyan kérdésekre keresi a válaszokat, amelyek sokakat foglalkoztatnak. Cél a szemléletformálás. Szeretünk volna egy ilyen közösséget formálni, akik állandó jelleggel látogatnak ide hozzánk, és ez egészen idáig, szeptemberig havonta egyszer történt meg, most már havonta kétszer. Van lehetőségük a Csajos Estre látogatni a vendégeknek, és nagyjából mindig teltház van, tehát látjuk az érdeklődést is, úgyhogy igazából a közösség formáló erejében hiszünk mi, és ezért próbáltuk így a Csajos Esttel ugye közelebb hozni az embereket, és minél több embert megszólítani a különböző témákban. A következő Csajos Est január 8-án lesz a Barátság moziban Új év, új élet címmel, melyen szó lesz arról is, hogyan hozhatjuk magunkat formába a karácsonyi ünnepeket követően. Kocsira pattant a Kuka kommandó, hogy megnézze, miként gyűjtik a székesfehérváriak a szemetet. A következő percekben a szelektív hulladékgyűjtés szabályairól lesz szó.
Magyarországon naponta átlagosan 1 kg szemetet termelünk fejenként. Székesfehérváron az évi hulladék mennyisége megközelíti a 34.500 tonnát. Ebből közel 6.500 tonna kerül szelektíven begyűjtésre, míg a maradék vegyes hulladékként kerül kezelésre. A szelektív gyűjtés több mint 300.000 lakos számára elérhető a Depónia Nonprofit Kft. Szolgáltatási területén, azonban a tapasztalat azt mutatja, van még hova fejlődni ezen a téren. Megnézzük, hogy mi kerül a hulladékgyűjtő edényekbe. Azt tudtad, hogy a családi házas övezetekben két frakciós gyűjtés van? Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyik edényben gyűjtik a települési vegyes hulladékot, a másikban pedig a szelektív hulladékot. Akkor most lerántjuk a leplet, hogy ki hogyan gyűjti a szemetet? Mondhatjuk így is. Nézzük meg. Ez az edény nem tűnik túl súlyosnak. Általában ez szokott a probléma lenni. Hát azért nekem ez is elég nehéznek tűnik. Átlagosan körülbelül 20 tonna szemetet viszel egy járat egy nap alatt. Ez mit jelent? Azt, hogy a deponiás kollégák 10 tonnát mozgatnak meg naponta. Nem tudom, neked ez jónak tűnik? Igen, ez egész jónak tűnik. Nézd csak, ez szelektív hulladéknak minősül, de jó helyre került, mert zsíros és szennyezett. Ezért a települési vegyes hulladék gyűjtőedénybe kell tenni. Rendben, akkor most nézzük a szelektív szemetet. Borítsuk ki. Van itt minden. Akkor nézzük meg. Papír. Újságpapír. Ez jó helyre került. Irodai papír. Alumínium italos doboz. Fontos, hogy a szelektív hulladékba csak csomagolási hulladék kerüljön. Nézd csak! Hiába műanyag hulladék, a kerti slag az nem minősül csomagolási hulladéknak. Hát ezt rakjuk is félre. Tegyük félre egy másik kupacot, képezek itt. A kerti slagot főleg lomtalanítás alkalmával tudjuk kihelyezni. PET-palack. Ez jó helyre került, mint látjuk tiszta is, csak ami fontos, hogy laposra kell taposni. Hát egészen jó eredményre jutottunk, hogyha megnézzük, nem? Így igaz, sokkal több került a szelektív hulladékba, és csak kevés volt olyan, amit nem helyesen gyűjtöttek. Nézzünk meg itt talán egy másik edényt. Szerintem mindenképpen. Először nézzük a települési vegyes hulladék gyűjtő edényt. Könnyűnek tűnik. Nagy valószínűség szerint csak a megfelelő települési vegyes hulladék került bele, ami jelenthet szennyezett csomagolási hulladékot, kihűlt hamu, salak, ami belekerülhet, ezen kívül pedig a konyhai szilárd hulladék és egyéb szilárd hulladék. Akkor most nézzük meg a szelektív hulladékgyűjtő edényt. Mindenképpen. Úgy látszik, hogy a megfelelő szelektív hulladék került bele, azért nézzünk az aljára is. Teljesen összetaposott PET-palackok kerültek bele, nem szennyezett a fólia hulladék. És hogyha megnézzük, az edény mellett, ami nem fér bele a szelektív hulladékgyűjtő edénybe, az lapjára hajtott papír doboz, kartondoboz, összekötegelve, ami ugyancsak elszállításra kerül. Ide helyezték a szállítást igazoló zöld hulladékos matricát, ami rajta van az érvényesség, ez idén érvényes. A másikat áttetsző zsákba gyűjtötték, ezen is rajta van a szállítást igazoló zöld hulladékos matrica, és hogyha megnézzük, csak ez a típusú hulladék került a zsákba. Szerintem ő kaphat egy ön jól gyűjti matricát. Már veszem is elő. Thank you.
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett. A műanyag és fém palackokat, flakonokat, több rétegű italos karton dobozokat kiöblítve, laposra taposva szükséges a gyűjtőedénybe helyezni, így kevesebb helyet igényelnek. A nagyobb terjedelmű papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve az edény mellé kell kihelyezni úgy, hogy az a forgalmat ne zavarja. Akkor végeztünk? Igen, mehetünk tovább. És végül gasztronómia. Klasszikus karácsonyi menü készül modern köntösben. Bárki el tudja készíteni, mutatjuk a lépéseket. Egy ünnepi menüsort fogunk elkészíteni, ami egy levesből és egy főételből fog állni. A levesünk egy mézzel karamellizált sütőtökrémleves, a főételünk pedig egy hagyományosnak nem mondott töltött káposzta, amit olajban ki fogok sütni, és füstölt tejfölhabbal fogom tálalni. És akkor mutatnám is az első fogásunkat. Én már előzőleg megsütöttem a sütőtökünket mézzel. Amiből én készítettem, az egy japán típusú Hokkaido sütnivaló tök, de ezt már az összes áruházláncban felelhető. Sütőtököt megsütöttem, meghámoztam, valamint leturmixoltam, lepürésítettem, kókusztej hozzáadásával és némi alaplével felengedtem. Annyi a teendőnk, hogy ezt beforraljuk, mézzel, gyömbérrel ízesítjük, valamint egy kis vaj hozzáadásával dúsítjuk az ételünket. Amit még rakunk bele, az narancslé és narancshéj reszelve. Számomra a karácsony egyik fő jellemző alapanyaga, ugye a narancs, és úgy gondoltam, hogy én ezt megjelenítem az ételben, valamint ugye legyen egy kis ropogós az ételünkben, ezért csináltam hozzá egy morzsát, amivel szintén felelhető ugye a karácsonyi fűszerezés, mint a narancs, a citromhéj, a dió, valamint a fahéj. Főleg én már előkészítettem egy-két díszítőelemet, de természetesen ez elhagyható. Ez egy úgynevezett polenta chips, valamint egy kis viola burgonya szirom. Hát nálam mindig felelhető a konyhában az ehetővirág, de természetesen ez is elhagyható. Ízben én az árvácskát választottam most. Szerintem színben és ízben is ez passzol a legjobban az ételükben. Egy hagyományosnak mondott ünnepi étel, ugye a töltött káposzta, és egy kicsit megspékeltem azzal, hogy a káposztánkat, ugye, ami be van töltve a rizses húsos töltelékkel, azt én még egy házi morzsába bepaníroztam, és olajban ki fogom sütni. Nem kell nagy dolgokra gondolni, fűszerezés az is klasszikus, annyi a csavar benne, hogy a fűszer paprika ugye az fel van füstölve. Valamint füstölt fokhagyma is van az ételünkben, ami kicsit, hogy mondjam, édeskés ízt ad az ételünknek. Egy hagyományosan elkészített töltött káposzta az alapunk, annyi a csavar benne, hogy morzsában kisütöm ugye a tölteléket. Az utolsó mozzanat,
ugye a káposztánk az felmelegedett, a kisütni való töltött káposztát megvárom, hogy felhevüljön az olajunk, és abba megsütöm, készre sütöm. Valamint van egy füstölt tejfölhabunk, ami szifonban van beletöltve, és azzal fejezem be az ételt majd. Előzőleg kipirított mangalica szalonnával megszórjuk a tejfölünket. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra, és jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!